Alapos átvizsgálás az állatkórházban. Így lehet a legkönnyebben kiszűrni a kullancsot a kutya bundájában. A tavaszias idő ugyancsak néhány napja tart, de a vérszívók már most megjelentek. Ennek egyik oka az enyhe tél, mivel nem volt tartósan hideg, így nem pusztultak ki a kártevők. A nyíregyházi állatkórház orvosa híradónak azt mondta, már most megszaporodtak a kullancs általi megbetegedések, főként a babézia nevű kórokozó felelős a legtöbb problémáért. Ezek a megbetegedések főként tavasz elején és ősszel jellemzőek, de egész éven számítani kell a gazdáknak erre. Tünetei az étványtalanság, a bágyadság, a láz, valamint a véres vizelet. Ha a gazda ezeket tapasztalja, mindenképpen forduljon állatorvoshoz. Fontos azonban a megelőzés is, már számos lehetőség közül választhatnak a kutyatartók. Lehet tablettás védekezést alkalmazni, cseppes védekezést tarkóra cseppentő spotonokkal, illetve nyakörves védekezési opciók is vannak. Talán a legjobb a tablettás opció, ez relatív új keletű dologról van szó, néhány éve elérhetőek ezek a termékek, de egyetlen egy kullancsos megbetegedés sem volt. A tablettás védekezésről érdemes tudni, hogy az nem riasztja el a kullancsot, de elpusztítja a kártevőt. A nyakör vagy csepp sem szárja ki a tabletta használatát, így azok együtt még hatékonyabbak lehetnek. Rácz Péter hozzátette, fontos, hogy az állattartók naponta átvizsgálják a kutyájukat. Ha kullancsot találnak benne, akkor ők is kiszedhetik egy határozott mozdulattal, az óramutatónak megfelelő irányba tekerve. A kullancsok okozta megbetegedések egyre nagyobb számban fordulnak elő, így a szakemberek szerint mindenképpen fontos a megelőzés.